Na, sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval. Ebben a videóban pedig nem más fogunk csinálni, mint a haverom titkos bázisát fogjuk megkeresni. És nagyjából ennyi. Tehát, hogy van egy hatalmas ilyen titkos bázisa, ugye Dani csinálta ezt az egészet, a leírás ott van a csatornájának a linkje, úgyhogy iratkozzatok fel rá is, és csekkoljuk le. Van egy-két cucc, felszerelés, nem tudom, hogy mi kéne iden, hát mondjuk ezeket itt kivesszük. Oké. Titkos bázis, kreatív. Na, jó. Akkor tulajdonképpen fel kéne felezni, hogy merre felől nyílik tulajdonképpen ez a kapu, de szerintem elég nyilvánvaló, hogy ezzel a karral. Úgyhogy csekkoljuk le! Hú, bakker! Ez komoly amúgy! Sst! Lol! És itt hogy kell lemenni? Azt úgy elárulja valaki? Hogy kell itt lemenni? Mi a fene? Lol. Azért a Skype IP tudás az megvan, hogy megtaláltam egyből a ládát. Oh yeah. Ez nagyon komoly lett. És ebbe a ládába van úgy szint egy kar. Úgy látszik, hogy... És itt, hogyha ezt megnyomom. Ne! Ez rohadt király. Ez nagyon király lett. Na. Ez nagyon bejön. Ezt szétadom, srácok. Ezt szétadom. Ti szétadjátok, dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Azt mondja, vegyél egy minecartot. Igen. Micsoda? Hát ez így nem működik. Hát vegyek, hát veszek a boltba, jó? Ez gondolom levisz minket így a bányába. Tulajdonképpen. Mindegy, nincs minecartunk, ez van. Ide is lehet tenni egy kart. Várjunk! Hozom magammal azt a kart, amit ott oda letettünk. Most nem kell az a világítás. Visszük magunkkal ezt a kart. Add ide. És most lealszik a fény. Ami nagyon komoly lett, nagyon király lett. Eszméletlen király kis restaurantszerei vannak eznek. És hogyha ezt meghúzzuk. Aha, ez a kiárat. Jó, értem. Akkor nekünk ez most nem kell. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy... Mik vannak itt? Itt van egy ilyen kis enchantolós rész. Itt van egy ilyen kis... Aha, itt van üllő, crafting table, gondolom itt szokta végezni a munkálatait. Na srácok! Itt vannak a gyémánt, arany, vas, páncél. Gyémántkard, aranykardok. Ezek ilyen kis cuckombósítások. Nem tudom, hogy miért rendezte így be, de nekem bejön. És itt a poti főző állvány készlet. Itt főzi a kis potikat. Látom, hogy itt aha, azonnali gyógyulás főzött. Tűzállóságot. Vizes, ja ezek még nincsen. Ó, és itt vannak a kész potik. Ez tök király lett. És ebbe a ládába még itt vannak az üvegpalackok, és akkor innen lehet kivenni itt a vizet, és... Ó, ez nagyon király lett, ez tetszik, nagyon bejön. Jó. Ez ilyen nether kapu. Aha. Ó, van mentőrúdja, tudjátok, mentőrúd. Ez tök zsír, és akkor, hogyha a netherbe bemegy, és akkor az a végzett ládába rakja be a netherből összeszedett cuccokat. Ez nagyon király, ez nagyon ötletes. Szép munkát végeztél, Dani. És hogyha ezt meghúzzuk. Alright. Remélem több karra már nincs szükségünk. De otthonos. Ez ilyen kis otthonos lett, tényleg. Azt kell, hogy mondjam. Itt van az kis konyha, kis vizé, hát jó, oké, nem tudom olyan durván építeni a Dani, de legalább díszíteni tud, úgyhogy hát ilyen kis kockás lett. Itt a frigider, ebben van hús? Amíg ópiaalmát teszik, nézd már oda. Hát álljon már meg a mellé, megeszem az ópiaalmádat, az hát már nincsen ópiaalmád, nem lesz többet. Ez van. Volt, nincs. Finom volt. itt meg gondolom a csap, itt le kell mosni a kezedet, tudjátok. És még mi van itt? És ez mi? Ja, ez a végtelen víz, igen. Az is kellhet.
Azt a rohadt élet. Aha. Ópiamákat ellopjuk. Ópiamát nagyon szeretem. Ú, ezt is ellopjuk. Na ne. Na ne, na ne, na ne, na ne, na ne, na ne, na ne. Hát Dani, meg ne haragudjál, de én ellopom tőled az életedet. Bocsáss meg. De tényleg, elnézést kérek tőled. De ezt muszáj volt megtennem. Szóval, menjünk tovább, szerintem nézelődjünk szét. Ó. Oh. Itt ilyen szobák vannak. Aha. Ami tök jó be van rendezve, itt vannak ilyen kis fotelek, így be tudsz ülni ide. Beszélgetni, meg itt tudom én, ez ilyen kis ilyen hotel feeling. Itt is van egy szoba, ebben a ládában nincs semmi. De ilyen kis, tök jó ilyen kis dekorációk vannak. És itt? Ne! És itt a kijárat, itt lehet itt kimenni. De most meg nem próbálunk meg kimenni, most... Ez nagyon menő, ez nagyon menő. Ezt régen kiskoromban nagyon sokat próbálkoztam, hogy ilyen zuhanyzót csinálják Minecraftben, de soha nem sikerült, mert buta voltam még hozzá. Jó, 12 éves voltam, de akkor is. Szóval, mi van itt még? Ja, most visszajöttünk ehhez a csapféleséghez, úgyhogy ez nagyon király. Ó, szörnybörtön. Itt voltunk már egyáltalán? Aha. Bejöttem harmadjára is. Menjünk le szörnybörtönbe. Mi ez szörnybörtön? Itt vannak botlódrótok. És? Itt gondolom, valamit le kéne essen. És itt van még valami? Itt is van egy botlódrót. Gondolom itt kéne, hogy leessenek ott a mobok. Csak... Mi van ott? Ja, gondolom ide tett volna ilyen szörnyidézőket, és akkor itt meghaltak volna valahogy. Valamilyen rendszert csinált ide Dani, de... Nem jött össze neki, de szerintem ötletes ez is ilyen kis... Ilyen börtönfakkok, vagy hát... Hogy mondjam nektek? Hogy mondjam nektek? Hát mondom, tetszik, lájkold. Szóval... És itt mi van? Itten... Ó, ez micsoda? Aha. Na jó, most belezavarodtam. Most mi van? Megkerültük az egészet? Nem mondjátok. Ja, mert ez... Ez nagyon király. Ez nagyon király. Tehát úgy van megcsinálva, hogy ide vissza lehessen jönni. Ilyen resztó rendszerrel. Ezt szétadom. Itt meg van egy ilyen kis számítógép, ezt figyeljétek. Itt szokott a Dani cségózni, meg izé, kirúgni embereket, meg felvenni, nyomkodja a gépet. Nagyon király lett. Nagyon jó. Tetszik. Tetszik, 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 tetszik. Ha gondoljátok, leteszem majd lehet a leírásba a mappot. Nem tudom. És ez az ajtó itt mit? Nem érdekel, én csalni fogok. Ó. Oh. Ó. Oh. Jaj, hülye vagyok, most visszajöttem ide a szörnycsapdákhoz. De biztos, hogy ennyi az egész? Míg lenézünk oda a vasutakhoz. Lenézünk oda a vasúthoz. Hát, ha van valami. Nem tudom. Szörnybörtön volt, ugye? Vasút az merre volt? Melyik irányba volt? Menjünk arra fele, és akkor csak megtalálunk valamit. Vagy majd lehet egy következő rész. Vagy! Meg kell találnod nektek, ugye majd lerakom a leírásba lehet a pályát, és akkor meg kell csekkoljátok, hogy mi van ott. Mert még akkor én sem tudom. Na mindegy, a leírásban ott lesz a pálya, aki szeretné, azt töltse le. Szerintem egész jó lett, egész ötletes lett, tök jó meg van valósítva, szerintem van benne azért munka rendesen, úgyhogy Dani csatornája is ott lesz a leírás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam, hogyha szeretnétek további tartalmakat, további videókat, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!
Go.